Kedves nézők, kezemben egy nyugodtan a szó minden értelmében mondhatom fajsúlyos könyv. Meg is mutatom, aztán majd még megmutatjuk közelebbről is. Michael Jacksonról van szó. Az emberré válás művészete, ez az alcíme ennek a könyvnek. A főcíme az, hogy Enigma. És tulajdonképpen, ha jól gondolom, ez az emberré válás művészete cím talán azt is jelzi, hogy Michael Jacksonnak az élete és a karrierje az valahogy, noha világsztár és a pop királya, de nem mindig ilyen egyenes vonalon ment fölfelé, hanem igencsak hullámvölgyek voltak, ami annak is tulajdonítható, hogy senkit meg nem bántva, de bátran azt merem mondani, hogy bocsánat a szóért, annyi hülyeséget mondtak és írtak róla, aminek, ahogy mondani szokták, még az ellenkezője sem igaz. Na, megszületett ez a könyv, és nem túlzás azt mondani, hogy szinte óráról órára végigköveti Michael Jackson életét a hitekkel és a tévhitekkel együtt, de az első kérdés nyilván, ezt akár ki is tudott találni, hogy ennyire pontosan megírni ennyit Michael Jacksonról, akkor hát azt hiszem, hogy kellett hozzá egy kis kutatómunka. Mennyi volt ez? Így van. Egészen pontosan 27 év kutatómunka volt az egész. Mi már gyerekkorodtól kezdve? Hát gyerekkoromban inkább így rajongás volt az első fázis, az a rajongás volt, és így minél jobban így belemélyültem a témába. Hát először is úgy kezdődött az egész, hogy én 8 éves korom óta hatalmas nagy rajongója voltam Michael Jacksonnak mindig, és ezután egy később, a 90-es évek elején én összeismerkedtem egy magyar üzletemberrel, aki szintén hatalmas, még tőlem is nagyon Michael Jackson rajongó volt, szóval igen, lehet ezt fokozni még jobban, és egy olyan üzletember volt, akinek egy nagyon jó kapcsolata volt Michael Jackson csapatával. Az igen. És mivel én ebben az üzletemberrel nagyon jó összehaverkodtam, nagyon jó barátom volt, ahhoz képest, hogy ő 20 évvel idősebb volt. Igen. Így összejött köztünk egy olyan barátság, hogy mind a ketten meg voltunk bolondulva Michael Jacksonért. Igen. Így elintézte nekem, hogy bemutat engemet Michael Jacksonnak a csapatának, így a levelezésen keresztül így létrehozta, hogy én tudjak velük levelezni, és nagyon sok mindenbe segített. Igaz, nekem az angol tudásom az a mai napig nagyon pocsék, de ő nekem nagyon sok mindenbe tolmácsolt, segített, és hát 96-ban nekem ő a csapatával, mert ő nagyon jobban volt Michael Jacksonnak a PR menedzserével, a személytestőrével, elintézte, hogy amikor Budapesten itt volt Michael Jackson, akkor én személyesen találkozhattam vele egy 10 percet. Hát igen. És 97-ben, ez 96-ban volt, 97-ben Bécsbe a Corvinus Hotelben megint ez létrejött, ez a találkozás. Fantasztikus. 96, Atlantai olimpia, úgyhogy akkor ez mély nyomot hagyott mindenkiben. És hát akkor így már a szó legjobb értelmében mondom, hogy hihető, ami minden itt elhangzik most a szónak ebben az értelmében Michael Jacksonnal kapcsolatban, és hangozzék is. Na most én ezt azért forszírozom, mert mindenről nem tudunk beszélni. Tessék szíves lenni a könyvet megszerezni, de amivel őt bántották, és amiért bántották, nagyon sokfélével. De amiről az egész világ tud, kezdve azzal, hogy most maradjunk a gyerekeknél, miután az időnk véges, de nyilvánvaló, hogy annak a kis Michael Jacksonnak és a Jackson 5-nak, tehát a csapat, a gyerekcsapat, ugye hát világhírű lett, és mindent csináltak, csak éppen nem volt gyerek életük. És amikor más a játszótéren volt, vagy iskolában, akkor a kis Michael az megült a stúdióban reggeltől másnap reggelig, és talán ebből adódik, hogy annyira szerette a gyerekeket, és mindig egész életében körülvette, és játszott velük, a gyerekek meg imádták, ezt olvastam a könyvedben, és erre megvádolják pedofíliával. Hát tessék, és akkor te pedig megírod a könyvedbe, de aztán ez nyilvánosságot is kapott, ugye, hogy felmentették. Így van, 14 vádmondba felmentették, csak az egy probléma, hogy a bulvár média ezt szándékosan máshogy akarja bemutatni. Igen. Mert igazából Michael Jacksont 86-ban vádolták meg pedofiliával. Igen. De ez egy spanyol újságíró volt, aki a Pedofil Érdekvédelmi Szövetségnek volt az egyik tagja. És neki az volt a célja, hogy propagandát csináljon. Hát, persze. Ő neki nem pénz kellett, hanem propaganda, és ő neki így az van, volt a célja. Figyeljenek rá. Így van, és neki egyetlen egy célja volt, hogy ő bármilyen módon, de Michael Jacksont összekösse a pedofiliával, és ezen dolgozott már 86-tól. Hát hál' Istennek felmentették. A másik, amikor ugye azt mondták, hogy
hogy ő össze-vissza plastikáztatja magát, mert nem, hasonlítani nem akar tényleg a jó akarójára, Liz Taylorra. Miközben hát ő azt mondta, hogy én fekete amerikai vagyok. Szóval ő nem akart fehér lenni. Nem, de ő büszke akkor, volt a származására. Igen, és akkor megírod a könyvedben, de te ezt inkább te mondd el, hogy tulajdonképpen akkor miért volt szükség erre a sok-sok plasztikai műtétre. Igazából nem volt neki sok plasztikai műtéte. Jó, hát akkor... Összesen 5 darab műtéte volt, ebből 2 műtét volt az orrán. Az első műtét azért volt, mert 78-ban eltörte egy táncpróba alkalmával az órát, és úgy esett, hogy meg kellett a csontrészt műteni. Igen. A második, az egy helyrehozó műtét volt neki, mert nehezen vett levegőt. Hát ez világos. És a éneklés közben ez őt neki meggátolta. Hát még szép. A következő 3 műtét, ami volt, az már csak ilyen bőrkollekciós volt. Igen. És ez is a betegsége vége, mert neki volt egy autoimmun betegsége, egy vitiligó. Igen. És az egyik fajta ennek a betegségnek a kiváltó oka, hogy az órán lévő bőrrészt azt neki így... Hát pótolni. Igen. Na hát akkor ez is, megint csak ott vagyunk, hogy megint a tévhit. És amikor én személyesen találkoztam vele, nem igaz, hogy hófehér a bőre, az. És nem igaz, hogy leesett az óra, mert én semmi ilyesmit nem láttam. Uh-huh. Szóval amikor én kezet foghattam vele, egy teljesen normális ember, ugyanúgy néz ki, mint te vagy. Persze. Én. És akkor ezek szerint megkockáztatom, hogy amikor kezet fogtatok, akkor nem a sztárgörzsben fetrengő művész volt ott, hanem egy tényleg egy olyan ember, aki minden nap mindenkivel előfordulhat. Így van. Na egy hát. Nagyon aranyos, tényleg egy úriember volt. És egy szerény. Egy szerény, ami így az van. Életútján is meglátszott, sőt, ez az én véleményem, sokszor túlzottan is szerény, mert kihasználták őket. Nagyon, mindenhol, sokan kihasználták, de akkor még annyit, hogy, és most már nem itt hogy hívják, a bulvár sajtónak a rémségeiről beszélünk, meg hogy miért festi a haját, meg miért van parókája, meg minden, hanem inkább azt a részt, amit nem nagyon tudnak róla, de most már jó volt ottból, egyre inkább megtudják. Szóval, ha azt mondom, hogy alkotó művész, akkor ez mindent fed. Mert az, hogy énekel, zenész, zeneszerző, producer, de hogy mi mindennel foglalkozott, nem és még az se túlzás ugye mondani, hogy irodalombarát, meg írás, meg szóval nyugodtan mondom, zseni volt, nem? Így van, hát a szószoros értelmében. Gyerekkora óta nagyon érdekelte őt a rajzolás, a festészet, imádta a regényeket. Uh-huh. Szóval ő nagyon sok oldalú művész. Hát azt itt meg is írott, hogy a példaképei között ott volt, nem tudom, Hemingway-től kezdve, így George van. Bernard Shaw-ig mindenki, és hát ő is próbálkozott mindenféleképpen írással, vagy forgatókönyvvel, és ami most magát a színpadi megjelenést, hát azt tudom meg, hát ha megnézi valaki, hát a mozgáskultúra, a látványvilág. Igen. Szóval azért nagyon sok mindent kitalált. Így van, és nagyon sokat átvett a régi táncművészektől. Neki a legnagyobb példaképe Fred Astaire volt, Gene Igen. Kelly, ezek a régi nagy mesterek. Igen. És ő állandóan képezte magát, fejlesztette magát, hogy minél jobb legyen, jobb előadó váljon belőle, uh-huh. hogy a koncertjein, a turnéin, a legkisebb fellépéstől kezdve a legnagyobbig mindig a legjobbat nyújtsa. Olyat nyújtson, ami uh-huh. egy forradalmi. Igen. Hát, és ez nagyon megmaradt benne a haláláig, ő mindig ilyen volt, egy alkotó művész. Na igen, ám a haláláig, de ha már szóba hoztad a halálát, akkor ez 2009-ben volt, hogyha jól így tudom, van, akkor halt meg júniusban. Hát akkor már mondjuk meg azt is, hogy 58-ban született. Így van. De a halál, szóval ez a fajta fantasztikus, azt akartam mondani, hogy munkabírás, de munkaszeretet és munkamánia és munkaőrület, ami jellemezte őt, ez azért visszaütött, mert az utolsó éveiben, hónapjaiban azért fizikailag egy kicsit tönkrement, ugye? Így van. És a munkát sajnos ezt a hatalmas nagy londoni 50 fellépéses turnét azért kellett neki elvállalnia, mert olyan emberek voltak a körülötte, uh-huh. főleg üzletemberek, akik pénzt láttak benne. Az Igen. üzletemberek azt akarták, hogy ő térjen megint vissza, és hogy írjon alá egy 4 éves szerződést, hogy megint világkörüli turnét csináljon. Igen. De ő meg egy visszavonuló turnét akart, ebben akarta az egész Igen. koncerttel zárni az egész eddigi karrierjét, ő nem akarta csinálni. Uh-huh. De a különböző üzletemberek rávették, hogy ezt neki a pénzért, ezt neki folytatni kell. Igen. Hát az őszinteség kedvéért még annyit, hogy ami talán nem volt annyira sikeres, mert
Most ugye azt hihetné a néző, hogy itt mi csak jót mondunk. De szóval, vagy legalábbis úgy emlékszem, mintha valami olyasmit is írtál volna, hogy világ életében bántotta, hogy a film világába. Igen, hogy nem tudod bekerülni, úgy, mint például Elvis Presley annak idején. Így van. Hát mindent azért, mindent nem lehet megcsinálni. Nem, ő próbálkozott, rengeteg forgatókönyvben dolgozott, uh-huh. és akart volna producerekkel dolgozni, különböző filmcégekkel, de hát uh-huh. valahogy úgy hozta az élet, hogy nem siker, nem jött neki össze. Igen. És ez neki nagyon nagy fájdalom is volt, uh-huh. és egész életében azon volt, hogy ő különböző producerként, főszereplőként, hogy részt vegyen a filmvilágában. Egyébként... és hogy azt az előbb akartam már mondani, hogy mikor készfogás és magánember ilyen értelemben, hogy mi mindennel, most idézek a könyvedből, azt mondja, hogy és visszatérve csak arra a mondatomra, hogy szinte minden óráját és percét megírtad, azt mondja, a reggeliző helységből nyílt a konyha, ami Michael egyik kedvenc helye is volt, egyben imádott a konyhában tevékenykedni. Itt antik mahagóni konyhabútor volt, a konyhában Wolf márkájú tűzhely és két ugyanilyen beépített sütő volt, a sütők mellett két hatalmas beépített hűtő, a hűtőkben mindig volt friss gyümölcslé, üdítők, bor, ásványvíz és különféle italok és rengeteg élelmiszer. Nem ragozom tovább a konyhát, hanem egyrészt a konyha művészet is hozzátartozott. Szeretett főzni nagyon. Ugye? Másrészt pedig, hogy, és ezért mondtam én az előbb, hogy még azt is leírod, hogy a konyhájában mi volt. Igen. Na jó, akkor így a vége felé beszéljünk rólad is egy kicsit, mert hogy hát talán még emlékszel, már hát 10 éve még nem volt, de lassan eltelik az is, hogy így. Azért te kaptál egy junior prima díjat, és ezt nem az írásművészetért kaptad, hanem hát az azért van közöd, van a zenéhez is némi közöd, mennyi volt, mennyi van? Hát 30 éve foglalkozok klasszikus zenei műfajjal, hegedű brácsalművészettel foglalkozom, uh-huh. 15 éve zeneszerzéssel foglalkozom, 364 művet megírtam. Ez igen. És 2013-ban Márta Argerichkel együtt tudtam dolgozni, és ennek az lett a végeredménye, hogy a Ravello Fesztiválon előadta az egyik művemet. Az hol volt? Olaszországban. Ez egy ilyen klasszikus zenei fesztivál uh-huh. volt. Hát, és szóval így, hát igyekezem mindenből a legjobbat uh-huh. kihozni magamból. Hát ez igen. Eddig én nyugodtan mondhatom, hogy sikerült, de most már ne tartsd naívnak a kérdést, mert ha azt mondom, hogy mindent megírtál Michael Jacksonról, akkor ha akarom igaz, ha akarom nem, mert lehet, hogy neked még a tarsolyodban van ilyen, hogy esetleg igen. még lehetne folytatni. Igen, igen, terve van véve, mert ez egy trilógiának az első kötete, uh-huh. és néhány éven belül tervezem kiadni a második kötetet. Aha. Én a 27 év alatt... nem akarok nagy számokat mondani, de közel 4000 oldalnyi dokumentumot dolgoztam ki Michael Jacksonról. Hú. Rengeteget. Ez nagyon sok emberrel beszéltem. Uh-huh. A csapatában megismertem jó néhány embert, az üzletember, akivel én igen. az egészet létrehoztam, megcsináltam vele, az egészet kidolgoztam. Uh-huh. Különböző fórumokon tartottam a kapcsolatot. Ebben a nővérem nekem nagyon sokat segített, igen. mert ő angolul perfektül, uh-huh. felső fokon beszél. Igen. Én annyira nem tudok, de nekem nagyon sokat ebbe segített, hogy az életét A-tól Z-ig. Meg mikor hallgattad őt énekelni is. Így van. Egyébként most... nem tudom, lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, de ezt a könyvet azért le kéne fordítani, itt már annyira emlegetted az angolt, és talán eljuttatni azokhoz is, akik ugyanúgy nem ismerik Michael Jackson karrierjét és életútját, mint ahogy máshol sem a világon. Igen, le kéne fordítani. Ez terve van véve, hogy egy angol verziót fogok ebből a könyvből létrehozni. Nagyon és jó. És a többiből is. Mikor volt a kezedben utoljára hegedű? Hú, hát 12 évvel ezelőtt. Jó, akkor ennyit a zenéről, maradjunk Michael Jacksonnál. Én nagyon szépen köszönöm, és miután klasszikus, most a zeneidre gondolok, és a zenei pályafutásodra, ő pedig a pop klasszikusa, lehet-e most zeneileg, de tényleg fél mondat csak, tőle tanulni? Zeneileg, művészileg? Nagyon sokat. Rengeteget. Én nagyon sokat tanultam tőle a művészetéből. Ahogy a művészet köz hozzááll, mm-hmm. nagyon sokat lehet tőle tanulni. Zeneileg és emberileg is. Hát főleg emberileg. Csak azt tudom mondani, hogy ne állj le, tessék szíves lenni folytatni, és nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Én köszönöm szépen.